Elhalasztott bizalmatlansági, mégsem nyújt be indítványt a szakértői kormány ellen a PCD. Rendkívüli tanácsülés. Kinevezték a Marosvásárhelyi Reptér igazgatóját, de nagy gondok vannak a légi kikötőnél. Nem népszerű az egyenruha. A nehéz vizsga és az előítéletek is elrettentik a rendőrakadémiától a magyar diákokat. Köszöntöm Önöket a Híradóban! Nem él a bizalmatlansági indítvány benyújtásának eszközével a szociáldemokrata párt és parlamenti szövetségese az ALDE. A két politikai formáció vezetői mai megbeszélésükön döntöttek erről, azonban hozzátették, idézzük, szemmel tartják a kormányt. A bizalmatlansági indítvány benyújtásának lehetőségét a múlt héten vetette fel Liviu Dragnea PSZD elnök, miután durva hangvételű bírálatára Dacian Csolos miniszterelnök viszont bírálatokkal válaszolt. Ezek után Dragnea hazugnak és szemtelennek nevezte a miniszterelnököt. A PSZD és az ALDE mai egyeztetésén azonban, amelyen Dragnea mellett az ALDE két társelnöke Kalimpo Pészkuterichánu és Daniel Constantin vettek részt, nem végérvényesen ugyan, de elvetették az indítvány ötletét. Csak a parlamenti választások után áll szándékunkban átvenni a kormányzást értelemszerűen a szavazatok legitimitására alapozva. De figyelni fogunk, és ha a kormány olyan intézkedéseket hoz, amelyek visszaszorítanak bizonyos jogokat, károkat okoznak a lakosságnak, azonnal lépni fogunk. Az ALDE társelnöke Kalimpo Pészkuterichánu szerint felelősen jártak el, amikor így döntöttek. Nem mondanak le arról, hogy adott helyzetben benyújtsák a bizalmatlansági indítványt, mert nézetük szerint a szakértői kormány egyre inkább politikai színezetet ölt. A felelős hozzáállás azt jelenti, hogy figyeljünk, legyünk résen, hogy mit tesz a kormány. Mi az ALDE következetesen bíráljuk azt, hogy a jelenlegi kormánynak nincs meg a legitimitása Románia vezetésére. Sajnos azonban nem csak a legitimitásának a hiánya teszi bírálhatóvá, hanem a hozzá nem értése is. A találkozó résztvevői azért is bírálták a kormányt, mert a parlamenti választások időpontját december 11-ére szándékozik kitűzni. Szerintük december 5-e után az embereket egyre inkább hatalmába keríti a karácsonyi ünnepkör hangulata, s elvonja a figyelmüket a választásoktól. Romániában az Európai Uniós átlagnál alacsonyabb a vállalkozói kedv. Az országban ugyanis 1000 lakosra mindössze 40 vállalat jut. Romániában közel 797 ezer gazdasági vállalatot jegyeznek, minden 1000 lakosra mintegy 40 vállalat jut, ami rendkívül gyengének számít az Európai Uniós átlaghoz képest, ahol 1000 lakosonként 75 cég működik. A hazai társadalmi és gazdasági előítéletek rontják az átlagot, mondja Bakos Levente gazdasági szakértő. Az Európa gazdaság motorját ezek a vállalkozások képezik, és a román gazdaságét valljuk be. Az, hogy miért van kevesebb Romániában, hát ennek nagyon sok oka lehet. Én inkább most egy szubjektíve tényezőre mondjuk a felfogás a vállalkozókkal szemben. Nálunk azt hiszük, hogy a vállalkozó az csak akkor tud sikeres tenni, ha csal, kizsákmányolja az alkalmazottjait, és nem azt látjuk, hogy az ember a saját vagyonát kockáztatja, nem azt, hogy néhány tíz embernek kenyeret ad. A román gazdaságban 4,6 millió alkalmazottat foglalkoztatnak, ezek közül 900 ezer az állami szektorban dolgozik. A magánszféra vállalkozói kedvét a túlzott bürokrácia rontja leginkább, mondja a Híradónk által megkérdezett könyvelő. Az egy dolog, hogy megalapítjuk a céget, megvannak a cégpapírok, de utána elindítani egy vállalkozást az elég nagy bürokráciával jár. Csak ha azt veszük, hogy egy céget bejegyezni áfa fizetőnek, az egy körülbelül egy hetes folyamat, amíg minden aktát összeállítunk, kitöltsük azt a híres 088-as nyomtatványt, mindenféle engedélyt beszerezni. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a vállalatok mintegy kétharmada a kereskedelemben és a szolgáltatásokban dolgozik. Háromnyelvű helységnévtáblákat helyeznek ki Nagybánya bejáratainál. Erről szavazott a Nagybányai Városi Tanács a mai rendkívüli tanácsülésen. A határozat a város román, magyar és német nevének, Baia Mare, Nagybánya, Neustadt kifüggesztésére vonatkozik. Az intézkedést a városban és környékén tetten érhető kulturális és etnikai sokszínűséggel indokolják. A népszámlálási adatok szerint Nagybánya lakosságának több mint 80%-a román, 17%-nyi a magyarok részaránya, míg a németek alig 0,4%-ot tesznek ki. Rendkívüli ülésen szavazták meg a Maros megyei önkormányzati képviselők a Marosvásárhelyi Transzilvánia repülőtér új igazgató tanácsát.
A légikikötő elnöki tisztségét a megyeközpont volt alpolgármestere Peti András vette át. Egyöntetű döntéssel bolintottak rá a Maros megyei tanácsosok a repülőtér igazgató tanácsának a kinevezésére. Egyelőre két személy tölteti be a vezetői tisztségeket, Peti András elnök és Félics Japó pénzügyekért felelős igazgató tanácsi tag. Három helyet még nem sikerült versenyvizsga révén betölteni. A reptér új vezetőségének a kinevezése rendkívül fontos lépés. A légikikötő ugyanis kritikus gazdasági és jogi állapotban van, mondja Péter Ferenc. Tudjuk, hogy nagyon sok adminisztratív gond van, különböző engedélyek hiányoznak a repülőtér működésétől, és ugyanakkor tudjuk azt, hogy az Európai Bizottságnak van egy kivizsgálása, ami még nincsen lezárva, annak is a tisztázását és a pontos helyzetfelmérését szeretnénk minél hamarabb megtudni. Erről beszámolót kell benyújtson az új igazgató tanács, a repülőtér fejlesztése pedig elengedhetetlen rövid távon is, mondja Peti András. A régen várt kifutópályának a korszerűsítése áll első prioritásként, de természetesen, hogy ez nem egyik napról a másikra fog tudni megtörténni. Rövid távon mindenképpen az utasoknak szolgáltatás minőségének a javítása fog szerepelni, és elsősorban a parkolásnak a korszerűsítése. De újabb járatok indítását is fő célkitűzésének tekinti. Az új igazgató tanács tagjai azonnali hatállyal átvehetik tisztségeiket. Hosszas vita után a tanügyminisztérium elfogadta az úgynevezett diákkódexet, amely a szeptemberben kezdődő tanévben lép életbe. A dokumentum kimondja, hogy a diákot nem érheti semmiféle hátrányos megkülönböztetés fai, etnikai, nyelvi, vallási, nemi, világnézeti, állampolgári hovatartozása, szexuális orientációja vagy családi háttere miatt. Továbbá nem kerülhet hátrányba értelmi képességei vagy fogyatékossága miatt, vagy ha valamilyen betegségben szenved. Tilos a diákot fizikailag megfenyíteni, nyilvánosan megszégyeníteni, egy tanuló hibájáért pedig nem büntethető az egész osztály. A tanulók ugyanakkor nem vihetnek be az iskolába cigarettát, alkoholt, drogot, petárdát, vallási és politikai propagandaanyagokat, pornografikus képeket, filmeket. Maguknál tarthatják viszont a mobiltelefonjukat, ám ezeket órán és vizsgán csak a tanár külön engedélyével használhatják. Az orvosi egyetemek után a bukaresti rendőrakadémia örvend a legnagyobb népszerűségnek Romániában. Van olyan szak, amelyre évek óta 12-szeres a túljelentkezés. A magyar kisebbségnek összesen 11 helyet tartanak fenn, fiataljaink körében azonban nem vonzó az egyenruha, mindössze 24-en jelentkeztek a nagy presztízsű oktatási intézménybe. A szászrégeni Szabó Kinga egyike annak az öt erdélyi diáknak, akik bejutottak a bukaresti rendőrakadémia közrendészet szakára. Azt mondja, nem volt egyszerű a bejutás. A kizáró jellegű sport, orvosi és pszichológiai próbák után szigorú felvételi vizsgát kellett tegyen. Teljesen más volt a követelmény a felvételire, mint az érettségire. Ugye idén érettségiztem is, és két dologra kellett egyszerre koncentrálnom, ami nem volt könnyű egyáltalán. Sok mindenről lemondtam a szórakozásról, kirándulásokról, viszont szívesen tettem meg mindezt, és szívesen tanultam duplán annyit, mint az osztálytársaim, mert tudtam, hogy eredménye lesz. Ádám Gábor, a Kolozsvári Központú Etnokulturális Kisebbségek Forrás Központjának az igazgatója híradónknak azt mondja, nem csak azért kevés a magyar rendőrjelölt, mert nehéz a felvételi az akadémiára. Van ennek egy társadalmi vetülete is. Van az a hiedelem magyar körökben, hogy ugye a rendőr az román, és a rendőrség az nem egy nekünk való intézet, oda csak románok mennek, ezért meg se fordul a fiatalnak a fejében, hogy ő is lehetne rendőr. Ez egy átlagos, ez egy statisztikai dolog. A kisebbségi rendőrök aránya Romániában 1 és 1,5% között mozog. Ádám Gábor szerint az arányon csak akkor lehetne javítani, ha nagyobbak lennének a beiskolázási számok. Erre azonban kevés az esély. 6 évvel ezelőtt még 34 hely volt fenntartva a magyar diákok számára az akadémián, azóta azonban évről évre kevesebb. Rohamos ütemben fejlődik a romániai játékpiac. 2015-ben elérte a rekordnak számító 1 milliárd lejt. 5 év alatt 60%-kal nőttek a romániai játékokból származó bevételek, csak tavaly 9%-os növekedést könyvelhetett el ez az üzletág.
A bevételek zöme a hagyományos játékok vásárlásából származik. Ennek a játékboltnak az ügyvívője szerint a játékkedv egyre nagyobb, amit nagyon jól tükröznek az éves bevételek. Mi is látjuk évről évre, ez duplázódik, szintre triplázódik, és Romániában is egyre több bolt fejlődik, sőt már elhagyta az online játék piacba fektetett pénzt is. Miért vásárolnak az emberek? Hát szerintem, mert rájönnek, hogy nem csak a gyerekeknek való a játék, és egyre jobban megnyílnak egymás fele ezáltal, és rájönnek, hogy ez egy intelligens szórakozási forma. Emellett egyre nagyobb teret nyer Romániában is az online játékfejlesztés, a nyereség pedig jóval felülmúlhatja a klasszikus játékpiacon elért bevételeket. A híradónk által megkérdezett játékfejlesztő szerint ezen a téren a határa csillagos ég. Robbanásszerűen fejlődött az online játékfejlesztés. 5-10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy mondjuk két barát együtt fejleszten játékokat. Jelenleg megvan ez a szabadság, és minimális befektetéssel elképesztő eredményeket lehet elérni, ezért úgy vélem, hogy ez a piac nagyon sokat fog fejlődni Romániában az elkövetkező években. A statisztikák egyébként azt mutatják, hogy a Romániában eladott hagyományos és online játékok hozzávetőlegesen 90%-a importból származik. Két erdélyi színház előadásait jelölték a magyarországi színi kritikusok díjára. A Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház két művésze, Dezsi Dezső és Pánfi Tibor a legjobb mellékszereplő díjára esélyes. Az Urhatnám Polgár című előadása jelmezért kaphat díjat. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának produkciója, a Nyugalom, folytathatja a sikersorozatát, ugyanis 4 jelölése van. A legjobb előadás és a legjobb jelmez jelölés mellett a két főszereplő, B. Fülöp Erzsébet és Bányai Kelemen Barna is megkaphatja a magyar kritikusok elismerését. A díjátadót szeptember 21-én tartják Budapesten. Közeleg a vásárhelyi forgatag, a szervezők pedig egyre több érdekes programpontot árulnak el. A fesztivált idén először a Marosvásárhelyi Ligetben és a sportcsarnok előtt tartják. Tavaly még a Marosparton zajlott a vásárhelyi forgatag, az idei 4. kiadásra viszont már beköltözik a városba. Végre engedélyt adott erre a polgármesteri hivatal. Augusztus 24-e és 28-a között a Liget lesz a rendezvény főhelyszíne. Nem csak a Ligetet foglaljuk el ezen a hétvégén, hanem a sportcsarnok előtti parkolót is, mint teret. Úgy tervezzük, hogy ott fog fölállni a nagy színpad, és nagyjából a koncertek nagyobb többsége ott fog lezajlani ezen a téren, és minden másnap közönyi program, a családi programoktól a főzőversenyekig, a kecskeméti testvéráros bemutatkozásáig, minden bent a Ligetben. A szervezők ugyanakkor felhívják a lakosság figyelmét, hogy a torlódások elkerülése véget lehetőleg ne autóval közelítsék meg a helyszínt. Lesz többek között Bikini, Republik és LGT zenevonat koncert is, de emellett számos családi, színházi, kézműves és gasztronómiai programmal is készülnek, hangzott el a forgatag sajtótájékoztatóján. Nem mindig ilyen koncentrált színpadi események legyenek, hanem legyen egy-egy kis pontban megrendezett program, amire van 25-30-40 ember, aki köréje gyűl, és az érdekli, ami nem hangos, nem ilyen csendes kis nyugis programok. Tehát ilyen a bábszínházas előadások, ilyen beszélgető műsorok lesznek, ha lesz egy ilyen nyugi zóna, ahol babzsákok, szalmabálák, és ilyen nem is zene, hanem egyszerűen csak csend. Ugyancsak a forgatag ideje alatt lesz a marosvásárhelyiek világtalálkozója is, de a már hagyományosnak számító történelmi sétákat és kerekasztal beszélgetéseket is megszervezik. Bár a nyári táborokról elsősorban a könnyed kikapcsolódású eszünkbe, vannak egészen másfélék is. A héten szkoliózisos, azaz gerincfeldüléses kamaszlányoknak tartanak nyári tábort Marosvásárhelyen. Persze azért itt is szánnak időt az izgalmas programokra is. Már látszik a 3 éves kezelés ennél a 15 éves lánynál, sokat javult az állapota az elmúlt években. A kamaszlányok 80%-át kisebb-nagyobb mértékben érinti a szkoliózis. A legtöbb esetben azonban nem tudni a gerincferdülés okát. Lehetnek metabolikus, hormonális, muszkuláris vagy esetleg csontos deformitások, illetve ezeknek az egyvelege és egybevéve, de nincs egy konkrét oka igazából, hogy miért alakul ki, pont ezért nehéz kezelni. Tehát az érintett korosztály az inkább a pubertás korosztály.
Nehéz kezelni, ám nem lehetetlen. Az egyhetes táborban intenzív terápián vesznek részt a fiatal lányok. Sokuknak ilyen korzettet, azaz fűzőt is viselniük kell, csak a torna idejére vehették le. Korzettul este un dispozitiv care ajută la corecții. A korzett egy olyan eszköz, amely korrigálja a görbületet, de a beszerzése és a viselése sajnos egy elég hosszú folyamat. A gyereknek el kell fogadni a viselését, épp ezért mi a sportot is javasoljuk a fűzőben. Noi recomandăm sportul în corset. Persze minden mozdulatot csak szakemberek irányításával végezhetnek. A táborban nem csak fizikálisan igyekeznek rendbe hozni a lányokat. A gerincferdülés és elsősorban a korzett viselése lelkileg is megviseli őket, ezért a pszichológussal való beszélgetés is a napi programok közé tartozik. Meg kell változtatni az öltözködési stílust is, hogy eltakarják a korzettet. Épp tegnap mondta az egyik lány, hogy először úgy érezte magát, mintha beletették volna egy dobozba, és a kezei pálcák lennének. Kerülik az, hogy tükörben nézzenek. Ha megteszik, csak is azért, hogy biztosak legyenek benne, nem látszik a korzett. Bármi a lányokat a tábor legnehezebb részén, magán a terápián látogattuk meg, vannak ennél izgalmasabb programok is. Sokat táncolnak, kirándulnak és még játszanak is. Nyelt Alexával az Ászia, sporttal folytatjuk a híradót. Megvédte Rio de Janeiroban a Londonban szerzett olimpiai bajnoki címét férfi kardvívásban Szilágyi Áron, aki mindvégig magabiztosan vívott, amit az is igazol, hogy egyik ellenfele sem jutott 12 találatnál többig. Szilágyi ezzel Magyarország 5. olimpiai aranyát gyűjtötte be a braziliai ötkarikás játékokon. Elrajtolt Székelyföld kerékpáros körversenyének mezőnye, Románia első olyan kerékpáros eseménye, amely bekerült a Nemzetközi Szövetség versenynaptárába, a jubileumi 10. kiadásánál tart. A rajthoz 19 csapat összesen 116 kerékpárosra sorakozott fel. Az első szakaszban a Csíkszeredából induló mezőny 3 széket kereste fel, Tusnádfürdő irányába haladva Sepsiszentgyörgy, Kovászna és Kézdivásárhely érintésével a nyerges tetőn áttért vissza a kiinduló pontra. A célba a Blitz Media Pro kerekese Matti Manninen érkezett elsőként. Az első forduló eseményeiről részletes összefoglalót láthatnak ma este 10 órától az Erdélyi Magyar Televízióban. Az idény első hivatalos győzelme után mutatta be a marosvásárhelyi ASEA labdarúgó csapata sikert elérő edzőt, Dan Alexát. Mindezt az idő rövidsége miatt, hiszen csak néhány órával a meccs előtt tették hivatalossá a szerződését. A marosvásárhelyi ASEA szerdán 2-0-ra nyert Medgyesen a helybéli Gázmétán ellen a Liga Kupa első fordulójában. A csapat korábban mindhárom bajnoki mérkőzését elveszítette, de az új szakvezető már győzelemmel kezdte a mandátumát. A tegnapi győzelem nagyon fontos volt, sok fiatal játékost láthattam, akik nagy erőbedobással küzdöttek. Bízom abban, hogy a klubnál megoldódnak az új játékosok leigazolását gátló problémák, mert úgy gondolom, hogy jelenleg szükség van még játékosokra bizonyos posztokon. Daniel Stancsó, a klub igazgatója elmondta, több tapasztalt játékossal tárgyalnak, miután szerdán már Mendy és Bélu is pályára léphetett, Szóvan Gógá és Raúl Costin érkezéséről, Romeo Surdu pedig már be is mutatkozott. Beszéltem Dan Alexával is, aki megkért, hogy jöjjek, segítsek a csapaton. Különös tekintettel, hogy a keretben több olyan tapasztaltabb játékos van, akikkel már játszottam. Azt hiszem, valamennyiükkel játszottam már, remélem a hozzájárulásom hasznos lesz a csapatnak, és minél gyorsabban, ismét minél magasabbra juthatunk. A marosvásárhelyi klub legközelebb Ovidiuban a Vítorul ellen lép pályára az első liga keretében. A találkozót vasárnap 21 órai kezdettel rendezik. Ez volt a híradó, mutatjuk a pénteki időjárás részleteit, viszontlátásra!